Sziasztok, üdvözöllek benneteket a csatornámon. Ma egy újabb backstage videót fogunk forgatni Milánnal. Sziasztok! Mire ez a videó kimegy, addigra már biztosan láttátok, és a címből is kiderül, hogy majd nagyon izgalmas koncertünk lesz. A Nekem a Balaton Csücsökbe megyünk játszani Balaton akaratjára. És hát nagyon izgatottak vagyunk, mert mi leszünk az elsők, akik élő zenével szórakoztatjuk az odalátogatókat. Arra gondoltunk, hogy elviszünk magunkkal benneteket, és megmutatjuk, hogy milyen lett a kisbolt, és milyen ott a hangulat. Induljunk! Szegedi vagyok, és egy időben voltunk középiskolások Szegeden, és hát ezután úgy alakult, hogy együtt dolgoztunk a TV2-ben több műsorban is, már az énekiskolájában is, és a Kismenőkben pedig Nóri csapatát tanítottam énekelni, úgyhogy elég régre visszavezethető ez az ismerettség. És tavaly, mikor megnyitott a kisbolt, akkor elmentünk Milánnal megnézni, és hát már akkor beszéltünk erről a Nórival, hogy milyen jó lenne, hogyha náluk is lenne zene. Megnyitó kapcsán beszéltünk a Nórival, és én felajánlottam neki, hogy szívesen jövök, hogyha úgy van, és hát a múlt héten hívott, hogy most már úgy van, tehát eddig azért eléggé kaotikus volt, hogyha figyeltétek az eseményeket. A vlogban látszott, hogy még a nyitás előtt pár órával is furtak, faragtak, úgyhogy akkor a legkisebb gondjuk volt az, hogy élő zene legyen. Viszont most eljött az idő, úgyhogy ezért játszunk mi ma este a Csücsökben. És hát amellett, hogy zenélünk ma, kitaláltuk, hogy vlogolunk is nektek, ami a legnagyobb hülyeség. Elmenjünk a legnagyobb vloggerekhez vlogolni, tehát tényleg sok értelme van. De hát megpróbálunk mindent rögzíteni nektek, ami szerintünk érdemleges, aztán majd megnézitek, hogy a Nóriék ezt hogy csinálják sokkal jobban, reméljük, hogy ők is forgatnak ma. Úgyhogy hát mi megpróbáltuk. Ez jó lesz? Nagyon jó!
Nem én fogok énekelni, ne izguljatok. Sziasztok! Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a Nekem a Balatonban. Ez az első ilyen hivatalos esemény, ahol így szólunk, meg köszöntünk mindenkit, úgyhogy ez nekünk is óriási dolog, meg az, hogy ilyen sokan eljöttetek ma este is, és most azért fogom a Nenesi Pál orra alá nyomni a mikrofon, mert különben itt marad a kezemben, és nem fog mondani. Egyáltalán nem baj, mert én itt csak díszlet vagyok, úgyhogy nyugodtan beszéljön. Nem, egyáltalán nem erről van szó, hogy a férjem díszlet lenne, sőt, hát nagyon, nagyon komoly hetek, hónapok vannak mögöttünk, és azért, hogy ez a díszlet itt megjelenjen tulajdonképpen, azért leginkább ő a felelős, és ő az, akinek ebben benne van a rengeteg munkája. És na hát mindegy, szóval tényleg egy ilyen kis meghatottság van most bennem, hogy ez a mai este ez összetudott, hogy nem fog sírni, de tényleg nagyon nagy dolog, hogy ez most itt összejött, és most picit tényleg odaadom, mondjál te is van. Jézus Mária, nem tudom, nem szoktam ilyen megnyitókon beszédet tartani. Egy biztos, amit a Noli mond, az egyetlen, amit el tudok mondani, hogy beledöglöttünk, mire ez az egység itt majdnem felépül, aki észrevette, hogy hiányoznak elemek elég onnan, azok ügyesek, vagyis tulajdonképpen elég egyértelműen látszik, de nagy szívvel szeretettel építettük ezt, és most folytatjuk. És most tök izgal, ez egy jó próba és egy jó este lesz arra, hogy kipróbáljuk, hogy ez, hogy egy ilyen esemény, ez itt hogyan zajlik. Alipáron. Biztos nekünk. Azt hiszem, ennek a mai estének is megvan az a bája, amit kicsit mi így a vendéglátásban is képviselünk, hogy tanulgatjuk ezt a műfajt, és elég sok mindenben még lehet, hogy nem vagyunk profik, de amiben viszont jók vagyunk, hogy mindig megtaláljuk magunk mellé és magunk köré azokat az embereket, akik a saját területükön vérprofik. És ez a mai estére is igaz, mert tulajdonképpen az elsők között jelentkezett Hajduk Lári, aki rám írt, hogy követi a blogunkat, és figyeli ezt az egészet, és hogyha majd eljutunk odáig, hogy ez a hely ez megnyit, akkor ők tök szívesen eljönnének Szakonyi Milánnal, hogy zenéljenek nekünk. És én azért örülök nagyon, mert a Klárival nekünk van egy komoly múltunk, nem tudom, hogy a Kismenők című tehetségkutatóra emlékeztek-e. Ez 2016-ban volt, talán a Klári emlékszik erre a dologra. Tillával ketten vezettük a műsort, mi voltunk a mentorai a tehetséges gyerekeknek, és a Klárival mi egy csapatban voltunk, a Klári volt az énektanárnő a mi csapatunkban, és ő gondozta a tehetségeket, és aztán a mi csapatunkból Szabó Bence lett az, aki megnyerte ezt a tehetségkutatót, és ez azért nagyban köszönhető a Klári munkájának és felkészítő tevékenységének a háttérben, úgyhogy mi ott nagyon összekovácsolódtunk heteken, hónapokon keresztül. És az van, hogy a Klári nem csak fantasztikus pedagógus és tanár, de egy csodálatos jazzénekesnő, akit a jazzma.hu, de majd javíts ki a rosszul mondom, az év jazzénekesnőjének választott. És a legújabb albumát Fonogram díjra jelölték az év jazzalbum a kategóriában. És ami miatt különösen szimpatizálok én az ő kettejük párosával, az, hogy ugyanazt nyomják, mint amit mi ketten a Palkóval, hogy szerelmes párként összekapcsolódott a hivatásuk, és együtt járják az országot, de közben mind a kettejüknek megvan a saját önálló karrierje is, hiszen Milán, ő is egy fantasztikus hangú énekes és zenész, a Balázs Elemér Klubban hallhattátok már őt énekelni, és így ketten együtt gyakorlatilag be tudnának ugyanazokról a helyzetekről számolni, mint amikkel mi is szembe találkozunk Palkóval. Úgyhogy talán náluk fantasztikusabb páros duót nem is találhattunk volna erre a mai estére, úgyhogy nem tudom, még fűzzél hozzá valamit. Kínzol, csak annyit mondok, hogy egészségetek, hallgassuk szerint. Érezzétek jól magatokat, Hajduk Lári és Szakonyi Milán a színpadon! Thank you.
If I could be king, even for a day, I'll take you as my queen. I have no other way. And I'll love you all in this kingdom we have made. Until then I'll be a fool, wishing for a day. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönjük! Hajdú Klára! És Szakonyi Milán! Nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgattatok minket! Köszönjük szépen Nóriéknek, hogy itt lehettünk! Hajdú Klára és Szakonyi Milán! Na, én ordítok! Látod, Klára, így kell ezt! Bele hangosan! Nagyon szépen köszönjük, tényleg! Felagadtátok ezt a... Hát tulajdonképpen sok funkciót betöltők is, műfüves placot, de majd reméljük, hogy lesz még alkalom többször hallgatni titeket, meg szóval egyáltalán ezt a helyet betölteni élettel, zenével, hangulattal, úgyhogy köszönjük szépen nektek nagyon. Az van, hogy csodás esténk volt itt a Csücsökben. Te hogy érezted magad? Fantasztikus volt. Csodás közönségünk volt, és ennél jobb helyszín nem is kívánhattunk volna a ma estéhez. Egy élmény volt eszem megnyitni itt a koncertszezont. Mi lassan gurulunk is tovább, és ha szemfülesek vagytok, akkor még elcsíptek minket valahol itt a Balaton körül. Ha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok, és iratkozzatok fel a csatornára, és Milánéra is, majd az infoboxban megosztom. És nyomjátok be a kis csengőt, hogy megkapjátok az értesítést az új feltöltésekről, és találkozzunk minél előbb személyesen egy koncerten, vagy egy következő videóban. Sziasztok! Sziasztok!